napot kívánok! Közben az utcán zajlanak ugye a tüntetések, ugye Budapesten kezdődnek, most már tehetek vidékre is, de sokára a napjában Budapesten is folytatódnak. Ugye a szünetben másodban egy kicsit politizálunk is kell, ahogy a Szövetes Mozgalom is támogatja az előválasztást. Nyilván az is részünkhoz is megoldás lehetett lenne, hogyha ezt tárgyalóasztalát születik meg, hiszen ez nem öldöntől való, de nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy ha már ott nem tudott megszületni, akkor bizony legyen egy előválasztás, ez egy nagyon fontos kezdeményezés, az ellenzéknek igenis meg kell tudni mutatnia azt, hogy miben különbözünk mi a Fidesztől, mit tudunk demokratikus módon egymás nem gyalázva, véleményeinket ütköztetve, ugyanazért a pozitív dologért küzdeni és elismerni, hogyha a másikunk, az egyik vagy a másik jelölt jobb lesz, ezért a Magyar Szövetes Mozgalom ezt a kezdeményezést természetesen nagy örömmel támogatja, szervezeti erőforrásait ebből biztosítani fogja, és segítségére leszünk a pártoknak abban, hogy ez a kezdeményezés jó és pozitívan lesz a Budapesten. Csak azt szeretném mondani, hogy ugye mind a két kollégát láttam a tüntetéseken, jó magam az összesen részt vettem, elég tevékenyen, aztán láthatták nyitodásokból. Én nem gondolom, hogy egy főpolgármesternek, vagy akár egy főpolgármester jelöltnek az lenne a dolga, hogy az ilyen heves tüntetéseknek az elsősorban ott legyen, de mind a két politikus ott volt és elveszte szolidaritását ezzel az ügyel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ezt ők helyesen tették. Szóval ugye az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy például a Magyar Szolidaritás Mozgalom is ugye részt fog ebbe a dologba venni. Mi évek óta teljesen a saját költségeinkből, tehát az aktivistáink pénzéből, nem csak Budapesten, hanem vidéken is több helyen ételt is hoztunk, ruhát is hoztunk, lakossággal együttműködve, hát kvázi ilyen Vöröskereszt, tehát is látunk el, mert egy csomó helyen ugye már nincsen ez a dolog. És most ebben is azt gondoljuk, és azért is szálltunk be, mint civil szervezet, hogy ugye segítsük ezt a dolgot. Például mi az egyik sátrat a Balaruza téren, ami embereink, aktivistáink fogják működtetni, és egyébként megragadom az alkalmat, hogy többi civil szervezetet is megkérem arra, akiket ez a dolog érdekel, hogy jöjjön és segítsenek, akár csak aktivistával, akár csak esetleg melegtájával, amikor kint leszünk az utcákon. És azt gondolom, hogy ez egy ilyen jófajta együttműködés tud lenni abban a tekintetben, hogy az ellenzék egy kicsit így kinyitja magát, és nyitunk a másféle civil szervezetek felé is, meg az, csak olyan emberek felé, akik semmilyen civil szervezet részletesek, vagy aktivistálást vállalnának. Azt gondolom, hogy ez egy jó pufa dolog lesz, azt gondolom, hogy ez egy nem ellenséges dolog lesz, meg fogjuk mutatni azt, hogy lehet politizálni úgy is, hogy nem gyűlölködünk, és ebben azt gondolom, hogy mindenki, akiben van egy kis érdeklődés a politika iránt, az szívesen várjuk, és minden felajánlásnak örülni fogunk, és meg fogjuk csinálni ezt a rendezvényesorozatot. Köszönöm szépen!